Rávaközi Ferenc a rendszerváltás időszakában csatlakozott Székesfehérvár képviselőtestületéhez. 1990. októberétől két cikluson át 1998. októberéig volt tagja a Városközgyűlésének. A közösségért végzett munkáját 1999-ben Pro Civitata díjjal ismerték el. Az elhunyt Székesfehérvár szülötte, aki élete és munkássága révén is városunkhoz kötődik. Iskolái elvégzése után az Ikaruszban helyezkedett el, később az akkori víz- és majd a Kossuth mezőgazdasági termelőszövetkezetén tagjaként dolgozott. 1977-ben vezetésével indult el a baronfész szarvasmarha nagy beruházás. 1988-tól vezetőségi tagként folyamatosan részt vett a szövetkezet irányításában. Szakmailag folyamatosan képezte magát, előbb környezetvédelmi, majd gazdasági szakmérnöki diplomát szerzett, 1986-ban doktorát. A közéletben is aktív szerepet vállalt, a Kisgazdapárt alapító tagja, alsóváros önkormányzati képviselője, valamint a Városfejlesztési Bizottság elnöke volt. Munkáját mindig kifogástalanul végezte, kollégáival jó szakmai és emberi kapcsolatokat alakított ki. Rábaközi Ferencet Székesfehérvár megye jogú önkormányzata saját halottjának tekinti. Végső búcsút szeptember 16-án 16 órától a Szent Donát kápolnánál vesznek az elhunytól.